A második közösségi kertnek a területe, ez az Arany János utca és a Dobó Katiza utca között egy zöld sáv, ami közvetlenül a forrásház mellett található. Ez egy 1014 négyzetméteres terület lesz. Most a kivitelezési munkák indultak el, a kerítést építik, a napokban a héten fogják befejezni a kerítés építési munkáit, és aztán a következő héten folytatódik a parcellák kialakítása, illetve a földfeltöltés. Meg volt az első kert találkozó, és úgy tűnik, hogy nagyon nagy rá az igény. Most úgy néz ki, hogy 24 parcella az, ami mindenképpen kialakításra került, tehát ezt így terveztük eredetileg, de ezen felül is, pont azért, mert nagyon sokan jelentkeztek, elképzelhető, hogy még egy olyan 4 parcellának tudunk találni helyet a kertben. Ugye a második közösségi kert, ez itt a Dobó Katica utcában került kialakításra, így látni itt a hátunk mögött is egy sokkal nagyobb területen, mint az előző, mert ez egy közel 1000 négyzetméteres terület, itt a parcellák is nagyobbak lesznek, mert hogy lehetőség van arra. 24 parcella van jelenleg kialakítás alatt, de ez növelhető is egy-két parcellával, még ugye itt a jelentkezésektől függ, mert azért most itt láttuk, hogy az igény az megvan rá, és egy kisebb vita már most kialakul, hogy ki fér ide, és ki az, aki ide jut, és ki az, akinek nem jut hely. Szerintem ennél jobb helyet most per pillanat nem is találhattunk volna itt a panelházak tövében. Egyrészt szép látvány lesz azoknak is, akik kinéznek az ablakon, közel van azoknak, akik majd kertészkednek, úgyhogy én nagyon örülök, hogy az önkormányzatnak alkalma van ezt megvalósítani.